Hát gondolom, ennyi nővel dolgozni nem lehet könnyű, szinte. Hát a stábban azért van egy-két férfi, még Gergye Krisztián például a rendező. Jó reggelt kívánok! Jó többet reggelt. Nem is tudnánk említeni, igen. Senki? Egyáltalán senki? Most a stábban? Hát a producerek, de ők a napi munkában nincsenek jelen, úgyhogy ők még férfiak. A Gergye Krisztián társulat, a Kultúrbrigád meg az Átrium Filmszínház mutatja be a merényletet, erről beszélünk, bocsánat, hogy közbevágtam. Semmi gond, csak eszembe jutott, hogy most hirtelen lett egy hangkulisszás fiú is, aki igen. kicsit javítana meg arányán. Ennyi nővel jó dolgozni? Egyenként csodálatosak, és együtt egy kicsit problematikusabbak, de én nagyon szeretek nőkkel dolgozni, úgyhogy... De most azért ebben az évben nekem kijutott, de én akartam így. Fantasztikus velük én dolgozni. Gyorsan felsorolom a neveket. Fulaj Terenre, a Takács Katalin, Egri Márta, Sípos Viktória, Melkvi Bea, Szalontai Tünde, Bodor Johanna, Lőrinc Katalin, hát és Kerekes Viktória. És biztos valakiket kihagytam, még rengeteg nő van ebben az előadásban. De miről szól a merénylet? Merénylet Döszádúr betanításában. Ez Peter Weissnek a... nagyon hosszú darabja, amit Marasátként szoktak rövidíteni, és ezt a darabot aktualitásánál fogva gondoltam, hogy a Független Színháznak is kerüljön a repertoárjára ez a dráma, és gyakorlatilag találtam hozzá 12 olyan nőt, az amúgy férfi szerepek, többnyire férfi szerepeket felvonultató darabhoz, hogy lehessen beszélni ma a forradalomra való képtelenségről például. Na, ezt idéztem az előbb, amikor beszélgettem Kovács Zoltánnal a napi ügyekről. Mennyire napi ügyekről szól ez az előadás? Hát a tegnapi este után azt hiszem, hogy erről nagyon keveset kell beszélnünk. Folyamatosan napi ügyeink vannak, amikkel nagyon nehezen tudunk mit kezdeni. Nem? Nem és tudom. Ráadásul a nők... akik most megpróbálunk ennek a történetnek a kapcsán beszélni. Többé-kevésbé ki vagyunk zárva a közéletből, a törvényhozásból meg végképp, úgyhogy itt az ideje, hogy egy kicsit mi is ezért fogalmazunk. Ezért fontos, hogy a férfi szerepeket, a helyi képviselő szerepét például az ön esetében nő alakítsa? Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség. Ugye úgy tartják, hogy... a férfiak szigetekben, a nők összefüggéseiben élik meg a világot. Hát ebben az előadásban arra nagyon nagy szükség van, hogy összefüggésekben legyünk képesek gondolkozni. Milyen megoldást mutat vagyunk? Valamit? Lehetsz megoldást találni színházi előadásban? Kérdéseket kell felvetni, és én azt gondolom, hogy mi nem is kell, hogy tudjuk a tutit, inkább. Arról szól ez az előadás, hogy ne hagyjuk magunkat... belemenni egy ilyen butított helyzetbe, ne hagyjuk magunkat lenyomni, ne hagyjuk, hogy a birka szellem után menjünk, hanem merjünk valóban gondolkodni, vagy merjünk egyáltalán kérdéseket felvetni. Az előadás annak ellenére, hogy viszonylag populáris nyelvezeten, és még akár operett műfajt is felvonultatva működtet egy ilyen rendkívül komoly darabot, ami a Peter Weiss-i mű, mégiscsak azt gondolom, hogy egy elég szomorú, úgymond konzekvenciája van ennek a történetnek, már pedig az a fajta közöny, ami most a közéletet jellemzi, hát nem is a közéletet, hanem van egy ilyen társadalmi helyzet, és amiben az emberek nem igazán mernek, vagy mintha saját magukat, vagy a saját lényüket öncenzúráznák egyben, és én azt hiszem, hogy erre szeretnék igazából rávilágítani, hogy 2014-ben azért lehet merszünk gondolkodni, és lehet bátorságunk arra, hogy egy picit realizáljuk azt, hogy miben is vagyunk benne, és abból egy picit emeljük már ki a fejünket. Viktória utalt a tegnap estére az internetadóval kapcsolatos megmozdulásra. A forradalom az jó dolog? Az látszik ebből az előadásból, hogy nem önmagában persze a karcsörtetés, hanem hogy megmozdulni az jó dolog? Eszembe jutott egy mondat az előadásból, hogy föltaláltuk a forradalmat, de nem tudunk még bánni vele. Szerintem nagyon fontos kérdés a tegnap estének is, és ennek az előadásnak is az, hogy jó szándékkal vagyunk kikövezve, és mégis állandóan elbotlunk, és felhorzsoljuk a térdünket, meg egymás térdét. Hogy ennek vajon mi az oka, hogy a legjobb szándékunkban sem tudunk valahogy elegánsan
és következetesen végigvinni valamit, amiben hiszünk. Ennek az előadásnak, vagy történetnek a szereplői egytől egyig jó szándékukban szerintem súlyosan megbotlanak. Nem tudunk egymásra figyelni, miközben állandóan egymással foglalkozunk, nem tudunk túllépni az irigységünkön, a hatalomvágyunkon. Nagyon, szerintem nagyon jókor van az, hogy 2 nap múlva bemutatjuk ezt az előadást a tegnap este történtek után. Nagyon fontos pillanat. Szerintem minden társadalomnak van egy szakító szilárdsága. Azt mondja Krisztián, hogy közöny van. És marha érdekes módon egyrészt nagyon nagy a közöny, és másrészt majdnem a törésponton vagyunk, nem? Szóval szerintem ez állati furcsa kettősség ebben a társadalomban. Én nekem még a fordulat... Azon gondolkozom, hogy ez most egy ellenzéki előadás? Van olyan, hogy ellenzék? Ki az ellenzék? Valaki mutasson rá. Aki megfogalmazza önmagát. Nem pár szinten gondoltam én ezt nyilván. Marha nagy szükség lenne rá. Mindenkori hatalom elleni gesztus. Tehát, hogy ez azt most mondják, hogy ez a színház dolga. Igen, tehát kérdéseket és kritizálni kell. Holnap után az Átriumban? Igen, az Átriumban. A merénylet. Nézzék meg. Köszönöm, hogy eljöttek. Hát és ne csak holnap után nézzék meg, hanem folyamatosan. Újra, és akik még eddig nem, majd azok is. Köszönöm szépen. Köszönöm.